Holnap kezdjük a szüretet, a gépek már várják a szőlőt. Mi naponta 1500-2000 mázsa szőlőt dolgozunk fel. Ezek a nagy présgépek, ezek ilyenkor látástól Mikulásig dolgoznak. Dabasi Gábor borász, a Damax Kft. Ügyvezetője mutatta meg azokat a hatalmas préseket, amelyek holnaptól folyamatosan dolgoznak. Gábor 130 hektáron gazdálkodik, de borászatuk mintegy 650 hektárnyi területről gyűjti be a szőlőt. Ez a borászat már három alkalommal sikeresen elnyerte a Kecskemétváros bora címet is. Idén sajnos szolidabb terméssel számolnak. Több mint 200 mm csapadék hiányzik a talajból. A szőlők is szenvednek, főleg a fiatal telepítések. A régebbi szőlők gyökérzete ugye lentebb van, az evidens, azok még jobban bírják. Illetve azt látjuk, a korai meg a késői fajtákkal nincs gond. A középérésű fajtáknál jelentkezhetnek komolyabb gondok. A műveléshez szükséges anyagok ára is egyre magasabb, miközben a termés mennyiségében jóval kevesebb. A mennyiségben körülbelül 20-30%-os kiesést várunk. A fürtszám meg lett volna tavasszal, virágzás után is szépek voltak még a szőlők, de nagyon aprók a bogyók, tehát nem tudott nedvességet fölvenni, nem tudott meghízni. A sok napsütés miatt a szüretkezdési időpontja is előrébb jött a Szent Király Lakitelekhegy község területén is. Minden nehézség ellenére a Damax Kft.-nél idén is 50-60 ezer mázsa szőlőt dolgoznak majd fel, és előre láthatóan 25 hektoliter bort, valamint 10-15 hektoliter mustot készítenek értékesítésre. Dabasi Gábor elmondta, a termesztők és borászok helyzetét nehezíti, hogy a felmerülő kiesést az árakban nem tudják érvényesíteni. A borára ugyanis nem csak a hazai környezettől, de a külföldi konkurenciától is jelentős mértékben függ.